igen nagy bukáson vagytok túl. Szerencsére most már itt vagytok Márjanosztrán, aszfaltfutómű az autó alatt, a karosszéria épp. Milyen napok vannak mögöttetek a Veszprém rally után? Hát egy kicsit rossz volt utána így kiszállni az autóból, egy roncsot hagytunk magunk után, ez 2008 óta nem sikerült ilyen nagyot esnünk. Kicsit bennünk maradt, azért jöttünk el erre a versenyre, hogy Pécsen már teljes erőből tudjunk támadni, mert most megmondom őszintén, nagyon pici még van bennem, de sokkal rosszabbra számítottam itt az első gyorson, de azért nagyon rossz érzés így befejezni egy versenyt. Milyen ez a Márjanosztrai pálya, és milyen most újra az autóban ülni? Hát a nagyon rövid, még be sem melegedtünk, még a fék is minden új, még a csapat is azt kérte, hogy csak guruljunk át az első inkább, mert teljesen új az autó. Még a bukásból még ma reggel is szerelték, még a küszöbök meg ilyenek most, szárny most került rá. Veszprémben egy igen komoly bukáson vagytok túl. Mesélj egy kicsit róla, így hogyan élted meg ezt a komoly balesetet, mondhatjuk? Hát nagyon nagy volt. Soha életemben nem gondoltam volna, hogy mi tudunk ekkorát esni. Igazából az első gondolatom a gyerekek voltak, amikor kiszálltunk. Aztán utána mindent mérlegeltünk, hogy jó ez így nekünk, hogy együtt megyünk. Aztán hát most is együtt vagyunk itt, úgyhogy jól sikerült a mérlegrés. Hát ez kell nekünk, de nagy versenyekre biztos, hogy együtt nem fogunk autóba ülni, kicsikre én szeretnék, aztán meglátjuk, hogyan tovább. Most itt van egy kicsi verseny, milyen volt visszaülni az autóba? Azt nem mondom, hogy nem remegett a tért kalácsom, mikor be kellett ülni, de hogy bármit mondtak volna, én akkor is visszaültem volna. Hány kanyar után jött el ugyanaz az érzés, mint akár a bukás előtt? Ez nem volt ilyesmi, tehát amikor már rajtba beálltunk, akkor már nem. Igazából a kezdetek, ahogy meglátod az autót, ahogy meghallod a hangját, ahogy be kell ülni, inkább az volt a nehéz, de hogy a rajtba beálltunk, ott már nem volt semmi. Ott már. Hogy érzed, Balázs ugyanúgy kezeli az autót, mint a baleset előtt? Szerintem igen, tehát én nagyon ügyes pilótának tartom őt, szerintem nagyon érzi ezt az autót, és szerintem ebbe is fog maradni.